Március 29-én a Hősök keresztútjához vonultak a kislelki hittanos gyerekek. Az erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Kilencedik állomás, Jézus harmadszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Vannak még bűnbugyraink, amelyeket Jézus keresztjére akasztunk, és amelyek alatt Jézus rogyadozik és elesik. Íme a magyar átok, a pártoskodás. Sajnos sokszor az apostolokhoz hasonlóan azon versengünk, ki lesz a nagyobb, ki legyen a vezér, kinek legyen nagyobb címe, rangja és fizetése. Ennek köszönhetjük, hogy országunk sorsának intézésében a kisebbik rész juttatott nekünk, keresztényeknek, és úgy táncoltatnak bennünket emberi jogainkban, ahogy akarnak. Jézus ellenségei összetudtak fogni Jézus ellen. Jól meg tudták szervezni a keresztre feszítés drámáját. Jézus halálában egyetértett mindenki, de Jézus mellett nem állt ki senki. Mit tegyek Jézussal? Kérdezte Pilátus. És egy emberként zúg a tömeg. Keresztre vele! A hősködő apostolok szétfutottak. Inkább meghalunk, mint elhagyjunk, mondták az utolsó vacsorán. És most hol vannak? Áruló is akadt köztük. Mit adtok nekem? Kérdezte Júdás. Pénzért Jézus is eladó. De sokszor megismétlődött ez történelmünk utóbbi évtizedeiben. Bőrüket, állásukat féltve sokan eladták Jézust. Felhagytak a hitük gyakorlásával, gyermekeiket kivették a hitoktatásból, elmaradt a templom, a szentmise, az esküvő, az első áldozás, a bérmálás. Az ártatlan és hazájához hű főpapok, papok igazságtalan elítéléséhez hozzájárultunk. Szóban, írásban követelték megbüntetésüket. Méltó a halálra, kiabálták Jézusra. Nem ez ismétlődött meg az egyház, a papság és a bátor világi emberek ellen indított koncepciós perekben? Így köszöntük meg Jézusnak, a szűzanyának, magyar szentjeinknek az ezer éves pártfogást. Így haldokolt Mária országa az ateista hódoltság idejében. És nem tanultunk gyászos közelmúltunkból. Most is széthúzunk, pártoskodunk, és kérdezzük, ki lesz nagyobb közülünk? Az, aki kicsi tud maradni, mint Jézus, aki alázatos, engedelmes tud maradni. Aki nem érdekből, hanem lelke mélyéből tud ember, magyar és keresztény lenni, és önzetlenül szolgálni a népet. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Tizedik állomás, Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézustól, aki mindenét, életét is odaadta értünk, mi elveszünk mindent. Még utolsó ruhadarabját is, amelyre a kereszt alatt szórakozásból sorsot vetnek. Aki arra tanított bennünket, hogy az éhezőknek ételt, a szomjazóknak italt, a ruhátlanoknak ruhát adjunk, az most nem kap egy port vizet a kereszten, és attól most elvesszük köntösét is. Aki a madárnak fészket, az állatoknak búvó, nyugvó helyet adott, az most lemesztelenítve áll, keresztre szegezésre várva, gúnynak, kacagásnak, otromba röhelynek kitéve. Igaz, amit Szent Pál mondott, kiüresítette önmagát, és magát megalázva engedelmes lett a halálig,
a kereszt halálig. Jézus mezítelensége, engesztelés századunk és Magyarországunk azon szégyenéért, hogy sok ezren rongyokban járnak, emberi méltóságokat megszégyenítve aluljárókban és utcasarkokon koldulnak, kukákban turkálnak. Lehet, hogy alkoholért, de már nincs más lehetőségük. Nincs lakásuk, télvíz idején szabadban alusznak és fagynak meg. Ugyanakkor sok ezren becsületesen-e vagy nem, dúskálnak a földi javakban, rohangálnak a legújabb és legdrágább autókon. Ezekben a szerencsétlen, útszélre sodródott emberekben Jézust aláztuk, Jézust éheztettük, Jézust ültettük utcaszélre, Jézust kényszerítettük a vigaszt nyújtó alkohol fogyasztására. Ezek nyomorult családjaiban és gyermekeiben Jézus éhezik és lesz a szenvedélyek rabja. Ide illik Tompa Mihály verse. Pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve, széthull nemzetünk. Nem elég, hogy mint tölgy kivágatánk, a kidőlt fában őrlő szól, lakik, honfi, honfira vádaskodik. Akik erre a sorsra jutottak, vigasztalódjanak Jézusban és szenvedésében, akik pedig ide juttatták őket, gondoljanak Jézus szavaira, nekem nem adtatok ennem, engem tettetek ki éhesen és rongyosan az utcára. Ezekért felelni fog valaki vagy valakik. Gondolunk határainkon kívül élő és magyarságokért megalázott és hátrányos helyzetbe kényszerített testvéreinkre is. Nemzetiségi és emberségi jogaiktól megfosztott testvéreinkben Jézust fosztották meg emberi méltóságától is. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzbe szenvedő lelkeken is könyörülj! Mert Jézus, én halálos hátyom. 11. állomás, Jézust keresztre feszítik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Ábelnek meg kellett halnia, mert áldozata kedvesebb volt Isten előtt, mint Káiné. Az irigységtől véres lett a testvérkéz. Jézusnak is meg kellett halnia, mert a főpapok és írástudók irigyelték, hogy Jézust szeretik az emberek. Mindenki utána megy, mondták irigykedve. Jézus elítélésekor nem mentek be Pilátus házába mondván, hogy meg ne fertőztessenek. Az megfertőzte volna őket, hogy beteszik a lábukat a pogány ember házába, de attól nem érezték magukat megfertőzve, hogy egy embert, ha nem is ismerték el Isten embernek, de mégiscsak egy ártatlan embert megölhetnek. Micsoda nagy képűség és önállítás. Íme az első holokauszt. Ezért a nagypéntek délutánért nagyon megfizetett Jézus népe. Jeruzsálem pusztulásakor százával feszítették őket keresztre. Jelen századunkban pedig ezrével küldték őket internáló táborokba és gázkamrákba. Szívből elítéljük ezeket az embertelenségeket. Nem lehet büntetlenül az isteni törvényeket, mint a ne ölj is semmibe venni. Mi magyarok is megfizettünk és fizetünk most is, hogy embertársainkban átszegeztük Jézus kezét és lábát. Jézus vezekel gyilkosságainkért. Embertelenségeinkért fizetünk mi is a szibériai táborokban, ahol éheztek, nyomorogtak és meghaltak magyar testvéreink, nagyapáink, dédnagyapáink. Jó volna gondolni a tőkéseknek, gyárosoknak, bankároknak és minden igazságtalan törvényt meghozóknak és megszavazóknak, hogy ők is bűnhődni fognak a mai szegény ember nyomorgatásáért, nyomozásáért, azért, hogy sokan éheznek, nélkülöznek abban a hazában, amelyben mindig megtermett a magyar rognákon a mindennapi kenyér. Bűn lett magyarnak és kereszténynek lenni ebben az országban, amely országot Szent István szervezett meg, és amely ország a magyarok nagyasszonya tulajdona. Gyávaságunkkal, közönségünkkel, hitünk érdekéből való feladásával,
most is átszegezzük Jézus kezét és lábát. Átszegeztük a mindennapi kenyeret adó Jézusi kezeket. Ne csodálkozzunk hát, hogy néha nélkülöznünk kell. Átszegeztük az utánunk járó, otthonainkba betérő és vigaszt hozó Jézus lábait. Ezért is kell sokszor nagyon magányosnak érezni magunkat. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Ó, keserves, rettenetes Úrból! Április 7-én egy premiérrel érkezett Kistelekre a Körúti Színház. A Kell egy Színház című előadásról kérdeztük a darab szereplőit, Lipták Pétert és Lehel Katát. Ma este bemutató volt, Kell egy Színház című darab. Ha jól tudom, akkor te már az ős bemutatóban is játszottál. Mesélsz erről egy kicsit? Hogyne, persze. Tehát, hogy igen, erre nyugodtan lehet azt mondani, hogy egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány Kell egy Színház bemutató volt már életemben. Tehát nagyon furán hangzik, és nagyon kimondani is nagyon szörnyű, hogy tehát én ezt a darabot 99-ben olvastam először. 1999-ben, tehát a múlt évezredben olvastam először, akkor 17 éves voltam, és most 20 évvel később, 2019-ben egy teljesen átírt változat. Az előzőt még úgy hívtuk, hogy második szereposztás, és azt egy Dél-Békés megyei amatőr színjátszó társulat csinálta. Ott ismertem meg a Galambos Zolit. De ez egy másik interjú. Szóval, hogy 20 éve rá ma érkeztünk el oda, hogy egy másik szerepet, egy másik darab, mert ez egy másik dramaturgia, azt Szabó Kristóf kollégánk teljesen átírta. Tehát most 20 éve éltünk át oda, hogy én lehettem ennek a főszereplő, és ez egy csodálatos érzés amúgy. Tehát, hogy azért ez már... Ez egy, akárhogy is mondjuk azért az embernek ez egy áll. Én mindig boldog voltam azzal a szereppel, amit játszottam benne, mindig is örültem, hogy részes lehetek, mert ez egy jó darab. Az összes verziója mindig jó darab volt, de azért az emberben mindig benne van, hogy hú, milyen lenne, hogyha én lennék a frontember, akiről a cselekmény szól, és hát nem gondoltam volna, hogy ilyen erővel fog rám hatni, mint ahogy talán látszotta. A fináléban, hogy ez teljesen a hatás alatt voltam, nagyon jó érzés van. Kata, ha jól tudom, akkor ugye az életben is egy pár vagytok, és másodjára Kisteleken álltok színpadon, úgyhogy párt alakítotok a színpadon is. Nehezebb vagy könnyebb játszani? Hát ez egy nehéz kérdés, mert... Az életben adódnak bizonyos nehézségek, néha, és hát a ma reggelünk sem indult túl gördülékenyen, de azt gondolom, hogy ugyanúgy a színpadon is mindent meg tudunk oldani együtt, mint az életben. Könnyebb-e vagy nehezebb? Hát, könnyű. Könnyű szerelmesen szerelmest játszani. És jelent valamiféle kihívást? Az, hogy szerelmes párt játszunk? Igen, és tehát nem a szép jelenetekben nyilván, mert ott csak egy picit kell mélyre tekinteni magunkban. Viszont a morcos jeleneteknél, amikor lásd a Kell egy Színházban is, ugye nem jött el valaki a randira, ott azért nehezebb a takarásban felsvenkelnem magam arra a szintre, hogy hozzam a színpadon azt, amit kell. És amikor most ugye mind a kettőtöknek ez egy bemutató volt, akkor hogy készültetek ma reggel? Milyen érzések kavarogtak bennetek? Igen, amikor a Kata az előbb mondta, hogy könnyű-e vagy nehéz-e így játszani, igen. Tehát, hogy ahhoz jutott eszembe, talán nehezebb, ugye az ember otthon áll a tükör előtt, a kedvesével, mossa a fogát és szerelmes. Tehát, hogy ez azért ezt, tehát akinek ez egy napi szinten gyakorolt dolga, hogy ő szerelmes és párkapcsolatban él, azért nem biztos, hogy ez a színpadról is lejön, kicsikült ugye meg kell küldeni. Igen.
Erősít vagy gyengít? Kata mondta jól, hogy a helyzet adja. Tehát, hogyha éppen mondjuk össze vagyunk veszve valami nüansznyi baromságon, akkor persze az igazi érzéseket, vagy pedig van erre egy jó szó, ami most egyáltalán nem jut eszembe. Tehát, hogy az ember azon gondolkozik a színdarab közben, hogy úristen, most annyira összevesztünk, hogy egyáltalán szerete, és közben pedig azt kéne végigjátszani 3 óra alatt, hogy egymásba szeretünk, akkor igen, az úgy persze nehéz, de ennyire hál' Istennek nem szoktunk összeveszni még. De igen, én is csak azt tudom rá mondani, hogy megvan a nehézsége és megvan a könnyebbsége. Tehát ugye, hogy nem lehet elengedni azt, hogy ez egy normális napi rutinunk, hogy mi szerelmesek vagyunk, vagy egy pár vagyunk, ezért ezt láttatni kell, meg is kell mutatni 300 embernek, kicsit ugye meg kell küldeni az érzéseket. Nagyon szép, van nehézsége is, van könnyebbsége is. Mit gondoltok a karakteretekről? Hasonlít rátok bármiben ez a karakter, amit játszottatok? Tehát valami eszméletlen mennyire nem én vagyok a BD. Tehát a BD az egy egészségesen önmagát úgy jól értékelő, tudja magáról, hogy egy szép fiú, tudja, hogy tökéletes, tudja, hogy tehetséges, ő előtte minden ajtó kinyílik magától, és ezzel az érzéssel éli az életét. Tehát, hogy minden bizonnyal a BD-ben is benne van, hogy lehet, hogy ez csak egy állarc, amit kifelé mutat, ezekben a mélységekben azért nem megyünk bele, de azért azt... Tehát én egyáltalán nem vagyok ilyen. Tehát, hogy én mindent nagyon megrágok, mérlegelek, túlmérlegelek. Tehát azért én sokkal ebből a szempontból komplikáltabb vagyok. Tehát, hogy nem vagyok ilyen egészségesen gördülékeny ember. Azt azért hozzá kell tennem, hogy szeretném magamról azt hinni, hogy ugyanolyan fontos vagyok mondanám, hogy a társulatomnak, de mondhatom ugyanazt, mert ugyanazt jelenti, hogy a barátaimnak, akikkel együtt dolgozom, ugyanolyan fontos vagyok, mint hogy a BD összefogja ezt a csapatot. Nem mondom, hogy ezt a csapatot én fogom összemennem, de hogy én is azt gondolom, hogy szeretném magamról azt hinni, hogy egy hasonlóan fontos karaktere vagyok a mi színházunknak, mint amit játszok a színházban. Hát én nem tudom ennyire kifejteni a dolgot. Nem, szerintem én sem hasonlítok az Andreára. Hát ő is egy olyan karakter, tehát az igazgató lánya, akit mindenki elfogad, szeret vagy nem szeret, ez nem derül ki igaziból. De hát mivel az igazgató lánya, ezért... van egy ilyen patt helyzetben, tehát nyilván senki nem mer nyitni felé, tehát barátai igazából nincsenek, hál' Istennek én ezt nem mondhatom el magamról. És hát azért ő is egy akaratos, tudatos nő, ami rólam nem mindig mondható el. Milyen érzés volt itt Kisteleken bemutatnia kell egy Színház című darabot? Abszolút jó, mert ugye a nyári fesztiválunk miatt mégiscsak egy olyan közegbe érkezünk, ahol jobban, tehát ahol az emberek nem csak színpadról, hanem a nemzeti dohányboltból, tehát hogy ahol a kék láng, csak hogy semmiféle reklámot ne így, tehát hogy ahol a boltból, a városi televízióból, tehát hogy egy ismerős közegbe érkeztünk, egy olyan közegbe, ahol az utcáról, a térről ismernek minket az emberek, mégiscsak egy felszabadultabb, mindenképpen jobb úgy kimenni egy kávéra, hogy 3 ismerőssel összefutsz, nem pedig egy vadidegen. Tehát hogy ezért szerintem ez fontos szempont abban, hogy milyen a darab fogadtatása. Úgyhogy én alapvetően örülök, hogy egy olyan közegbe hoztuk először, ahol mindenhol nagyon nagy szeretettel fogadnak minket, ahol talán kicsit jobban is ismernek minket. Nehezebb volt így, vagy könnyebb, hogy ismernek minket? Mert hát ennek is megvan, én is tudom, az előnye, meg a hátránya is, hiszen neked is volt édesanyád,
Kata, neked is itt volt az anyósod? Így egyszerűbb volt, vagy könnyebb? Igen, most is itt van. Nem tudom, ez is egy nehéz kérdés, mert azt mondaná az ember, hogy könnyebb, de ugyanakkor nehezebb is. Mert tudod, hogy itt vannak azok az emberek, akik ismernek, szeretnek, és meg akarsz nekik felelni, néha túlságosan is. De nagyon jó, szerint én is örülök neki, hogy itt volt ennek a darabnak a bemutatója, mert Kistelken egy fantasztikus közönség van, és azt gondolom, hogy itt nem lőhettünk mellé ezzel a dologgal. Tehát, hogy nagyon jó a darab, nagyon jól összeállt, de nagyon kellett hozzá a mai közönség is, hogy ez így akkora siker legyen. Abszolút. Április 16-án volt a holokauszt magyar áldozatainak emléknapja. Tavaly a kistelki áldozatok emlékére helyeztek el botlatóköveket a lakóhelyeiknél. Erről készült felvételeinket tekinthetik már a következőkben. Nemrégiben botlatóköveket helyeztek el Kisteleken. A botlatókövek a nemzeti szocializmus áldozatai előtt tisztelgő, macskakőre rögzített 10x10 cm-es réz emléktáblák, amelyeket az áldozatok egykori lakhelye előtt helyeznek el a járdába süllyesztve. Ezek a kövek a lakóhelyek mindennapjaiban teszik láthatóvá és kézzelfoghatóvá a történelmet. Nevükhöz híven rövid időre megállítják, és a személyes történetek bemutatásával emlékezésre, elgondolkodásra késztetik az arra járókat, a véletlenül beléjük botlókat. A gazdasági rendőr és a titkösségeknek jelenteniük kellett az adottságot. Az 1943-as gazdasági évet be kellett jelenteni a hivatalnak, és az nyomtatványban kiadták, még megjelent 44. februárban, és abban az volt, hogy a kisteleki titkösségnek 135 családja volt, személy szalad, családba ment, és tekintve a Kisteleken nem volt jellemző a sok gyerekes család, úgyhogy ez körülbelül 400. A művészi projekt révén egy folyamatosan növekvő, az egyes kövek hálójából összeálló óriási, világméretű emlékmű jön létre. Minden kis emléktábla az itt lakott szöveggel kezdődik, melyet a név, a születési idő, valamint az illető sorsának alakulása követ. A botlatókövek a nácik által deportált, koncentrációs táborokban vagy munkaszolgálat során meggyilkolt embereknek állítanak emléket. Szeretnék néhány szót mondani a nagybátyámnak, aki 1907-ben született, tehát jó régen, sajnos időnek előtte meghalt. Mit tudunk róla, hogy egy igen művelt ember volt, nagy ritkaság volt abban az időben, hogy érettségizett, angolul, németül, franciául jól beszélt, ezen kívül megnyerte az országos jósíró versenyt, úgyhogy jelentkezett országgyűlési gépírónak is, oda természetesen nem vették föl. Nagyon szépen fényképezett, tudjuk, hogy nyertes fotó is voltak. Emlékszünk a három kis cicára, hogy olyan sokáig ebben a házban függött, nem tudok hova hallódott. Ezen kívül egy nagyon szép európai férfi volt, lehet, hogy talán még egy filmszínésző is hasonlít elé. Kisteleken a Petőfi utca 44 szám alatt az 1944-ben meggyilkolt Popper László emlékére, valamint a Kossuth utca és a Damjanich utca sarkán a szintén 1944-ben meggyilkolt Popper Sándor emlékére helyeztek el botlatóköveket 2018 nyarán. Először is, mint a várospolgármestere, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Azt gondolom, jó eső érzés az, hogy amit a végén tetszett mondani, hogy még mindig tiszteletnek tartják magukat. Ez egyfajta megnyugvást is ad az embernek,
és természetesen azt a történelmi múltat nem lehet elfelejteni, amit volt. Azt gondolom, mindannyian kötődünk hozzá, leginkább negatívan. De mégis ez a fajta emlékezés, ami csak talán egy pici kis résztábla, ami azt az erőt képviseli, hogy ez a talajon van és be van építve, mindenképpen én neked is egy jó eső érzés, és gratulálok annak, aki akár ezt szervezte, aki akár tett ezért, aki akár minket is keresett, és annak a fajta összefogásnak legyen a művész értelme, legyen az önök értelme, legyen az a fajta tisztelet a múlt iránt, ami azt gondolom sokszor kevésnek tűnik, sokszor viszont fantasztikus jó érzéssel tölt el mindenkit. Ha már itt együtt vannak, és egy picit a kisteleki zsidóságot is megszólíthatom, hosszú idő után, hogy ez most a rabbinak köszönhető, vagy a mostani kormány hozzáállásának, vagy bármi egyébnek, úgy tűnik elmozdulás történik a kisteleki temetővel kapcsolatban is. Mégpedig len sikerült abban megegyezni, hogy beadott a város egy pályázatot a kisteleki temető felújítására. Nyilván megtetszenek érteni, a temető az egy nagyon-nagyon érzékeny pontja mindenkire. Temetőhöz hozzányúlni, az nagyon-nagyon óvatos. Én építészmérnök vagyok, tehát mint építész is, mindenben igyekszünk egyeztetni a rabbival és ezt az ügyet képviselőkkel, és mindenben segítséget is kapunk. Két irány most úgy tűnik, hogy létrejön. Létrejön egy temető felújítás, ami a számomra azt jelenti, hogy a jelenlévő temetőt legalább védjük meg, ezért kap egy velük egyeztetett, viszonylag zártabb kerítést, mert ilyen kovács volt, vas, meg stb. Ilyet, és akkor ott kérték, hogy lehetőség szerint egy viszonylag zártabb kerítés. A zártabb kerítés az sajnos zárva lesz, csak meg volt, mikor lehet kinyitni, hogy ne legyen ottan, korlatosság, meg stb. Nem megbántva a múltat, onnan elvittek értékes kránitokat, márványokat, stb. Nyilván aki tette, az az ő bűne. És ezzel párhuzamosan van egy olyan szándékom, hogy borzasztóan sajnálom, hogy elődeim annak idején engedték, hogy a volt zsidó templomot elbontsák, és idézőjelbe azon nem megbánta senkit, azon egyébként lakóház épülés. Szerintem ez méltatlan. Ezért azt mondtam, hogy a volt zsidó templomnak egy kicsinyített mását a temető sarkánál el szeretnénk helyezni. Úgy értsék ezt csak, hogyha most bárki erre jár, és van kötődése, vagy nincs kötődése, de meg szeretne ott állni, és egy pillanatra ebben a szakreális helyen 5 percet, 10 percet megpihenve, akár imádkozva, akár egyszerűen csak emlékezve, szeretnénk egy ilyen picit is pontot, és egy olyan kultúrát, környezetet, ami esetleg méltó egy temetőre. Úgy tűnik ebben most áttörés történt, úgy tűnik, hogy eddig arra is engedélyt kértem, ne értsenek félre, hogy lekaszálhassuk. Mert nem a miénk. És úgy lekaszálhattuk, hogy idéz elve, tudtam volna, de most nem olyan régen ez a rabbival nagyon jó kapcsolatom van, partner, a kormány is most megnyitott különböző pályázati lehetőséget, sírhelyek és zsidó emlékpontok felújítására, úgyhogy én tényleg azt tudom önöknek most ígérnie vagy mondani, hogy remélhetőleg akkor is találkozhatunk nem oly soká, amikor ezt nevezzük emlékpontnak, amikor ezt egy picit idézelve, közösen, a közös múltat picit megőrizve, még azt, amit a mai nap meg lehet, és aztán pedig a sírokat egyenként felújítva talán mégiscsak méltó lesz annak a múltnak a viselésére, a mai ember is esetleg meg szeretne látni. Ezt egyben szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen a találkozás lehetőséget, köszönöm szépen a meghívást, és továbbra is minden igyekezetem az, hogy ami múlt itt létezik, azt próbáljuk megmaradni. Erre egy jó példa a Markus Eiler volt gabonaraktár, amikor azt felújítottuk, akkor még megtaláltuk. Akkor még Izraelből is kaptunk segítséget, hogy régi képeket kaptunk, akkor Gyimesi Zolónak szerencsére, aki a múltunk megőrzője szintén segítségül volt abban, az eredeti homlokzatot megtartva, az eredeti színeket megpróbálva megtartva, úgy újítottuk föl, hogy az egyébként a múltat ne sértse, hanem inkább az pozitív történet legyen. Mi akkor a család részéről
bocsánat, azt mondom, abszolút jó hiszemű elismerést kaptunk, az ipartestületi székház lett az, igen. Úgyhogy még egyszer nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és Isten hozott mindenkit, Isteneket. Köszönjük. Április 4-én rendezték meg a Kislelki Könyvtárban a Balladamondó versenyt. Erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Kádár Kata, népballada. Gyulainé, édesanyám, engedje meg azt az egyet, hogy kérjem meg Kádár Katát, jobb ágyunknak szép leányát. Nem engedem Kádár Katát, jobb ágyunknak szép leányát. Vagyon itten a faluban, királyleány s báróleány. Nem kell nekem királyleány, nem kell nekem báróleány, csak kell nekem Kádár Kata, jobb ágyunknak szép leánya. Szolgám, szolgám, édes szolgám, vezesd elő pej paripám, mert elmegyek bújdosásba, hideg mezővárosába. Mondd meg nekem, szőlőpásztor, mi hír vagyon a faluban? Semmi rosszat nem hallottam, de kelmedről elég rossz van. Elvesztették Kádár Katát, Kádárnénak szép leányát. Belévették a nagy tóba, a feneketlen nagy tóba. Gyere velem szőlőpásztor, feneketlen tó martjára. Neked adom szürke lovam paripámat. Elmennének a nagy tóhoz, feneketlen tó martjára. Itt vagy-e, Kádár Kata, jobb ágyunknak szép leánya? Itt vagyok, Gyulai Márton, itt vagyok, de már meghalok. Belészökék a nagy tóba, a feneketlen nagy tóba. Gyulainé ezt megtudta, vashorgokkal kihúzatta, kőkoporsóba tetette, és szépen eltemettette. Az egyiknek csináltatott fehér márvány kőkoporsót, a másiknak csináltatott veres márvány kőkoporsót. Az egyiken nevelkedett veres csukros violaszál, a másikon nevelkedett fehér csukros violaszál. Addig-addig nevelkedett, meddig összeölelkezett. Gyulainé ezt meglátta, mind a kettőt leszakaszta. Bújdosó ballada, nép ballada. Elbújdosom, megpróbálom, ha élvezek, sem lesz károm. Ingem úgy sincs, ki sajnáljon, kiértem, könnyet fulladjon. Elbújdosnám, de nincs kivel, kenyerem sincs, amivel kérnék kölcsön, de nem kapok, mert tudják, hogy szegény vagyok. Én elmegyek közületek, mert köztetek nem élhetek. Valahára visszatérek, még kapjak meg belőletek. Édes rózsám, vigy el vele, ne hadd elmaradjak tőled, mert ha elmaradok tőled, megszakad a szívem, érted? Elvinnélek, de nem lehet, mert idegen földre megyek, mert az utak nagyon hosszak, s a vizek es megáradtak. Mennyi hosszú útnak pora, én szívemnek annyi búja, mennyi nagy árvíznek köve, két szememnek annyi könnye, hasad meg szívem kettőbe, hogy vigyenek temetőbe. Hasadj meg szívem, halljak meg, az egész világ tudja meg. Vas Albert, új székely ballada. Valahol egy messzi hegyen, öreg asszony megyen, megyen. Vállán batyú, kezében bot. Hajlott a dereka, hajlott. A dereka fáradt, hajlott. Valahol egy messzi hegyen, édesanyám megyen, megyen. Megyen a fia elébe, könnye hull az út kövére, könnye hull az út kövére. Édesanyám, jaj, megálljon, fellegri a láthatáron, benne zokog egy üzenet, hogy én haza nem mehetek, hogy elibém ne is menjen,
hogy engemet ne is várjon. Itt halok meg idegenben, sötét orosz pusztaságon. De valahol egy messzi hegyen egy öreg asszony mégis megyen. Nem hiszen a fellegeknek, nem hiszen az üzenetnek, nem hiszen az üzenetnek. Fölmegyen a határhegyre, feltekint a fellegekre, megettük az Istent látja, s belekezd egy imádságba. Egy bánatos imádságba. És csak áll fönt, áll a hegyen, felleg jő és felleg megyen, imádságát mondja, mondja, benne sajog féltő gondja, s meglátja az egész világ. Azt az imát addig mondja, míg a fiát mégis haza imádkozza. Arany János, a mély románca. Ablak alatt a pünkösdi rózsa, kezd egy kicsit festeni bimbója. Kékszemű jány válogat belőle, koszorúnak holnap esküvőre. Reménykedik egy kis mély az ágon. Szép eladó, jaj, ne bántsd virágom! Ezt az egyet magamnak kerestem, alig hasadt, mikor eljegyeztem. Feled a jány. Te bohó kis állat, lesz te rózsát, nem egyet, ha, százat. Holnap is nyit, holnap is eljözte, csak ne kívánt, ami legszebb közte. Mondd a kismé. Szőke szép hajadon, neked Isten hőszeretőt adjon. Nem sok, amit kívánok te tőled, ne szakasz le az én szeretőmet. Felel a jány. Dehogy nem szakasztom, dehogy leszek enekül, menyasszony. Koszorúmban ezt fonom előre, úgy vigyenek holnap esküvőre. El sem mondá, nyúlt a szép bimbóhoz, hogy letörje a virágcsomóhoz. A szegény mély rárüpült kezére, csókot adni annak a fejére. Heste gyilkos, ne bocsáss fullánkot, leszakasztám, védd a virágod! Szép menyasszony, már nekem mi haszna? Koszorúdnak híja lesz miatta. Koszorúdnak híja lesz miatta, ezt a kismé keserű mondhatta. Mert a szíve hiába parányi, nagyon tudott a virágért fájni. S a leánynak hiába kiáltott, szeme alá üti a fullánkot. Szegény bogár, s maga haldokolva, félreült egy rozmarin bokorra. Szép menyasszony jajgat a sebével, esküvőre sem mehet szemével, holdfogyásig dagat lőn a tája, az alatt meg elhagyja babája. Fejnő Rényi Ferenc. Áll szoronyos őrök között Rényi Ferenc szótlanul. Hajnaú az osztrák vérebb őrjöngő haragra gyúl. Diák sapkád meggyalázva, lázadóvá lettél te. Hát most mondd meg tüstént, hol a kusult kutyák főfészke? Hogyha hallgatsz, ha nem mondod, amit tudni akarok, korbát csattok hátadon, míg leszel hallgató halott. Nem válaszol Rényi Ferenc. Összezárja ajkait. Hajnaú a veszett vérebb, szája habzik, úgy vonít. Hát nem beszélsz? Nyilván nem félsz a kínoktól, haláltól. Rám nem hallgatsz, majd meghallasz mások szelíd szavától. Hát nem felelsz? Dacolni mersz? Ajkad szóra nem nyílik? Tudd meg, hozzák ősz anyádat, és így tüstént agyonlövik. Hozzák a faluból édesanyját, a hallott korút. Görnyed háta egyenes már, nézi a délceg fiút. Büszke szívvel szültelek meg, adtalak a hazának. Most, hogy kímélt életem, elárulnád hazádat?
Rényi Ferenc nem válaszol, összezárja ajkait. Néma a száj, néma a szív. Kulcsa eltűnt, nem nyílik. Hajnaú int, sajára, tűz! Az anya földre hull. Szól a véreb, szava méreg, áll a fogoly szótlanul. Szép kort megért, eleget élt, őszanyád meghalhatott. No de, még meg sem ízelte az életet szép húgod. Ha nem felelsz, bacolni mersz, ha ajkad választ nem ad, szemed előtt lövetem le szép hajadon húgodat. S már hozzák húgát a katonák, a kedvest, a serdülőt. Bátran lép a bátyja elé, s íszókkal köszönti őt. Sírtam, mert otthon maradtam, nem harcolatot húgod. Most nem sírok, a hazáját meghalni én is tudok. Némán néz rá Rényi Ferenc, ajka zárva, nem felel. Parancsod át hajnaú, és húga holtan omlik el. Anyád húgod életéért választ nekem nem adtál. No de, van még, akit talán jobban szeretsz náluknál. Szólj hát! Mondd ki! Ha nem mondod, amit tudni akarok, lábad előtt lövetem rá viruló szép hitvesen. S már hozzák az ifjú asszonyt. Nászuk véget nem ért még, mikor férjét karja közül véres tatár kitépték. Beszélj, Ferenc! Térdén csúszva kedvesének könyörög. Ifjú vagyok, vár az élet, várnak vágyak, gyönyörök. Beszélj, lelked vázs meg ezzel, nékem drága vagy nagyon. Élhetünk majd messze innen, boldogságban, szabadon. Beszélj, Ferenc, beszélj, beszélj. Gondold meg, hogy szeretlek. Gondold meg, hogy szerelmedet nem dobhatod férjeknek. S elkapja a férfi kezét, ajkát rászorítja. Nem beszél már, ahol éli, csókjaival borítja. Rámered Rényi Ferenc, ajka zárva, nem beszél. Lelkét kínok vadviharja, bár ízekre tépi szét. Végre moccan, szörnyű szégyen bíborlángja önti el, eltaszítja feleségét, s hátat fordít, nem felel. Agyon lőni, szól hajnaú, de kiáltás kér, íme, megátkozzak! A fogolynak elsikoltja hitvese, megátkozzak téged, aki feleséged! Nem mondhat ennél többet. Dörrenés, csend. Rényi Ferenc megborzad. Szuronyok közt, bomlott aggyal, üres szemmel, szótlan áll. Megdöbbenve néz az őrség, és hajnaú is, néma már.